Sziasztok! Vasárnap este ünnepeljük a Sávuot, a Tóraadás ünnepét. Amikor a zsidók szabadultak Egyiptomból, nagyon izgalmas volt, egy kicsit itt feszült is volt. Mi lesz, amikor az örökkévaló egyszer a történelemben le fog jönni a Színái hegyre? Meg is történt ez a nap, és ezért ünnepeljük a Sávuot, a Tóraadás ünnepe, amikor az örökkévaló lejött a Színái hegyre, és elmondta a 10 parancsolatot, a Naichia Semelő Kecho, én vagyok az örökkévaló te Istenet, és folytatta. Ami érdekes itt, hogy az egész 10 parancsolat az mind egyes számba szól. Én vagyok a te Istened, ne boruld le, ne készíts, mind egyes számban. És ott áll egy pár millió zsidó, ugye férfiak, nők és gyerekek, és mégis egyes számban beszél hozzájuk. Erre azt mondja a Midrás, az nem volt véletlen, mert az volt a lényege, az örökkévaló azt akarta mondani, hogy én nem a kollektív, a népnek adom a tórát, hanem mindenkinek külön-külön adom a tórát, az olyan, mint a méretre szóva, mindenkinek adom a tórát külön-külön. Ebből következik egy másik dolog, amit a Midrás mond, hogy ha csak egy zsidó hiányzott volna a Tóraadásnál, akkor ez nem lehetett volna. Mert az örökkévaló azt akarta, hogy mindenki jelen legyen. Sőt, azt is mondja a hagyomány, hogy még a következő nemzedék, akik még nem születtek meg, mindenkinek a lelke, aki bármikor zsidó lesz, ott jelen volt. Most ez egy nagyon szép dolog, hogy az örökkévaló adja mindenkinek külön-külön. De mi ennek a mélyebb jelentősége? Ez az, hogy mikor azt mondom, hogy mindenkinek külön-külön, ez azt jelenti, mindenkinek abban a korban, abban a helyzetben, azokban a különleges körülmények között adta a tóra, az örökkévaló a tórát a zsidóknak. Az ember nem mondja azt, általában ez így jó, de az én helyzetem az eltér, különleges. Erre azt mondjuk nem, az örökkévaló mindenkinek személyesen neki adta a tórát, vagyis figyelembe vette az ő helyzetét és az ő különleges körülményeit. Így jobb, rosszabb, nagyon jó, nagyon rossz, mindenre arra a helyzetre adta az örökkévaló ezeket a parancsolatokat. A Lubavitchi Rebbe pont ebből kifolyólag azt a felhívást mondta, hogy igyekezzenek az emberek nem csak ott lenni a zsinagógában, amikor felolvasnak a 10 parancsolatot, az pedig hétfőn délelőtt lesz, hanem még akár a kis csecsemőket is elhozni. Ugyanúgy, hogy eredetileg mindenki jelen volt, legyünk mi is ott, mindenki személyesen, és vegyük át a tórát. Köszönöm a figyelmet! Boldog ünnepet, Guti Amtavet kívánok!